Beruházás. Az idei év eddigi legnagyobb hazai beruházása érkezik Nyíregyházára. Képzések. Szeptemberben indul a Matthias Corvinus Kollégium. Segítség a mozgásban. Egy kis buszt kapott kölcsön a kórház gyermekrehabilitációs osztálya. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Mintegy 290 milliárd forint értékben az idei év eddigi legnagyobb hazai beruházását hajtja végre egy dél-koreai vállalat Nyíregyházán, ahol elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani, jelentette be pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a WSCO beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a cég hazánkban nyitja meg első európai üzemét. A fejlesztés 1200 új munkahelyet fog teremteni, és a megépülő gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak előállítani. A WSCO az első európai üzemét Nyíregyházán hozza létre, és ebben az üzemben az elektromos akkumulátorokhoz szükséges fontos eszközt, mégpedig szeparátorfilmet fognak gyártani. Ez a beruházás 1200 új munkahelyet jelent Nyíregyházának és a térségnek, és a beruházás értéke 290 milliárd forint. Ezt szeretném megismételni, tehát a beruházás értéke 290 milliárd forint. Ez az idei esztendő eddigi legnagyobb beruházása, amit itt Magyarországon be tudunk jelenteni. Ebben a gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak gyártani. A polgármester úr ezzel Nyíregyháza területét négyszer lehetne becsomagolni. Szijjártó Péter kijelentette, hogy az európai autóipari átállás egyik zászlós hajója Magyarország, amely az elektromos akkumulátorok gyártásában és exportjában is nagy hatalommá vált. Közölte, az ország a világ harmadik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó kapacitásával rendelkezik, Kína és az Egyesült Államok után. Ez ráadásul a jelenlegi évi 50 gigawattról 2025-re 150 gigawattórára emelkedik. Az elektromos akkumulátorok exportjában Magyarország a világranglista 5. helyén áll. Szeptemberben indítja nyíregyházi képzéseit a Matthias Corvinus Kollégium. Jelentkezni 10 éves kortól lehet. Külön program indul általános és középiskolás diákok számára. Az idén már több mint negyed százados múlta a rendelkező Matthias Corvinus Kollégium az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amelynek középiskolás programja már több mint 15 éve, fiatal tehetségprogramja pedig 6. éve működik sikeresen. Még március végén jelentették be, hogy a 2022-es tanévtől már Nyíregyházan is elérhetővé válik a Matthias Corvinus Kollégium képzése. Az MCC egy 25 éve létező tehetséggondozó intézmény, amely 10 éves kortól az egyetem befejezéséig, sőt még utána is ingyenes képzéseket nyújt a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. Ez a képzés ott kezdődik, ahol a köz- és a felsőoktatás véget ér, így nem konkurenciája, hanem kiegészítője a rendszernek. Az MCC néhány városi rendezvényen már megjelent, a helyi tapasztalatok pedig kifejezetten kedvezőek. Nagyon nagy nyitottságot látunk, nem csak a képzéseink, hanem a programjaink iránt is. Szeptember 9-én lesz az első nagyvárosi rendezvényünk egy nyílt nap, ahol nyitva hagyjuk a kapukat, és bárkit szeretettel várunk, hogy megismerkedjen bennünket az MCC épületében, Nyíregyházán a Kálvin téren. Az épületet az oktatás érdekében felújítják, jól áll a munka, várhatóan augusztus végére befejeződik, így indulhat a képzés szeptembertől. Nyíregyházán két programot indítanak, a fiatal tehetség programra a 10 és 14 évesek jelentkezhetnek, tehát a felső tagozatosok, valamint elindul majd a középiskolás program is. A középiskolás programba felvételt nyerő diákok számára 4 és 8 hetes e-learning kurzusokat fogunk meghirdetni, ezeket tudják igénybe venni. A kínált témák palettáján megtalálható olyan tananyagok például, mint közgazdaságtan, jog, pszichológia, modernkori történelem, íráskészségfejlesztés, illetve ezek mellett angol és német nyelvi kurzusokat tudnak majd igénybe venni a központunkban. Ezek mellett szakmai klub délutánokat is szerveznek majd közösségépítő jelleggel. Az idén már több mint 25 éves Matthias Corvinus Kollégium az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amelynek középiskolás programja már több mint 15 éve, fiatal tehetségprogramja pedig 6. éve működik sikeresen. Mind az általános, mind a középiskolások jelentkezhetnek még a nyíregyházi képzésekre. A részleteket a Matthias Corvinus Kollégium honlapján érik el, illetve itt tudnak jelentkezni is. A toborzási időszak
műszak mellett egy MCC fesztivált is szerveznek majd július 28-ától Esztergomban, ami a kikapcsolódáson túl szellemi feltöltődést is nyújt a résztvevőknek. A Magisz Kft. Jótékonysági felajánlásként másfél hónap használatra adott át egy mikrobuszt, a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület számára. A kis buszt a rehabilitációban résztvevő gyermekek akadálymentes mozgatásában fogják használni a nyári táborok és a kórház között. Az együttműködésről dr. Pető Ágnes nyugalmazott főorvos, a Kérlek Segíts Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt televíziónknak. A Kérlek Segíts Alapítvány kezdettől fogva támogatja a gyerekrehabilitációs osztályt, tehát 1999-től, amióta a gyerekrehabilitáció működik. A gyerekrehabilitációs osztály minden nyáron szervez úgynevezett terápiás táborokat a gyerekek részére, ami egy kicsit eltér az egész évben folyó terápiáktól, mert valamivel gyerekbarátabb, valamivel kilépnek a kórház területéről, és ehhez a kórház területéről való kilépéshez jelent nagy segítséget ez a mikrobusz, amivel a gyerekeket biztonságosan a nagyon változó időben, mert nyilván a terápiák, a 5-6 csoport gyerek van egy időben a kórház terápiás táboraiban, 8-10 gyerek egy-egy csoportban, és ezeknek a gyerekeknek a biztonságos utaztatása a városi uszodába, élményfürdőbe, az állatkertbe, a falumúzeumba, illetve egy-egy kis kirándulásra. Tehát a Kérlek Segíts Alapítvány kicsit jutalmazza a gyerekeket, akik egész évben dolgoztak. Másrészt pedig a gyerekek számára a rehabilitációt egy emberbarátibbá teszi, tehát ez a másik része. A harmadik pedig az, hogy kilépünk a kórházi keretekből, és megmutatjuk ezeket a gyerekeket a egészséges környezetnek, illetve az egészséges környezetet is érzékenyebbé tesszük ezeknek a gyerekeknek a befogadására. Tehát ez egy fő próba nagyon sokszor, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen fejlődési zavaruk, problémájuk miatt a velük hasonlókorú gyerekekkel nem ugyanazon körökbe tudnak mozogni. Ezeket a gyerekeket megtanítjuk arra, hogy ők is képesek rá, és hogyan képesek. Tehát ahhoz, hogy képesek legyenek, ahhoz plusz segítséget igény. A rehabilitációnak ez a lényege, hogy a gyerek a saját képességeit a lehető legjobban kifejlessze, de a hiányzó vagy pótolhatatlan képességeit viszont a környezetnek eszközzel, személyi kapcsolattal kell akadálymentesíté tenni, és ez a busz akadálymentesé fogja tenni, tehát utazóképessé teszi a gyerekeket, amiért nagyon hálásak vagyunk. Búcsú az egyetemtől. Először, de nem utoljára rendeztek búcsú felvonulást a nyíregyházi egyetemistáknak. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Súlyos baleset történt vasárnap Nagykállóban. A robogós férfi vezetés közben feltehetően rosszul lett és elvesztette uralmát a jármű fölött, neki ment az útszéli villanyoszlopnak. Több mentőegység, köztük egy helikopter is a helyszínre érkezett. A férfit újraélesztették és légi úton a nyíregyházi kórházba szállították. A Hímes utcán mindkét irányban forgalomkorlátozás van érvényben a közműtetők szintbehelyezésének ideje alatt. A munkálatok várhatóan kedden is tovább folytatódnak. A szennyvízcsatorna hálózat átjárhatóságának biztosítását végzik a nyírségvíz szakemberei. A belvárosban több helyen is forgalomkorlátozásra lehet számítani. A dugulás elhárítása a következő napokban is tovább folytatódik. Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendeztek városi ballagást a Nyíregyházi Egyetem végzőseinek. A Sóstói úti kampusztól a Kossuth térre vonultak a hallgatók, a forró nap ellenére talárban. A városháza előtt a polgármester fogadta és köszöntötte a fiatalokat, és szólt azokról a lehetőségekről, melyeket Nyíregyháza kínál a diplomás szakembereknek. Pinteken délután részleges forgalomkorlátozás és rendőri irányítás lassította a forgalmat a belvárosban, a Sóstói úton és a Kossuth utcán. Szerencsére nem baleset történt, és nem is veszélyes anyagot szállítottak. A Nyíregyházi Egyetem 680 végzős hallgatójának képviselői vettek részt azon a felvonuláson, melyen képletesen elbúcsúztak diáktársaiktól, az egyetemtől és a várostól.
Már csak egy közös fotó, egy selfie és vége a nyíregyházi diákéveknek, hiszen a múlt héten 3 nap alatt 54 záróvizsga bizottságban válaszoltak az utolsó kérdésekre. A Sóstúj úti kampuszon a rektori épület erkélyéről üdvözölték a fiatalokat. Az első mondata köszöneté volt a ballagás és a felvonulás ötletéért, hiszen most nyert igazi funkciót a rektori erkély. Az, hogy itt állnak, ez azt jelenti, hogy mindenkinek sikerült a záróvizsgája, úgyhogy gratulálok mindenkinek. A hivatalos búcsúzás ugye a július 2-ai oklevél átadó ünnepségen lesz, de már most is szeretném megköszönni önöknek, hogy a Nyíregyházi Egyetemet választották, és a Nyíregyházi Egyetemen szerezték meg az első diplomájukat. Én kívánom, hogy mindig pozitívan emlékezzenek ránk, és bízom benne, hogy nagyon sok élményt szereztek itt, nagyon sok olyan kapcsolatot, amit a jövőben is föl tudnak használni. Én azt kívánom, hogy amennyiben tovább akarnak tanulni, mindig elsőként a Nyíregyházi Egyetem jusson önök eszébe, hiszen a Nyíregyházi Egyetem önöket visszavárja. A búcsúzók családi és szakmai életéhez sikert és boldogságot kívánt a rektor, majd az egyetem kancellárja lépett a mikrofon elé. Valóban most nyílt alkalmunk először erre az erkélyre kiállni. Ha jól emlékszem, 2004-ben adták át ezt az épületet, most 2022 van. Ennyi évnek kellett eltelni, hogy megtaláljuk a funkcióját, amit eredetileg a tervező valószínűleg megálmodott. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy kigondoltátok, elgondoltátok ezt a tradíciót, ezt a hagyományt, amit remélhetőleg nagyobb létszámmal fogunk tudni a jövőben folytatni. Mondtam Hött elnök asszonynak, Karolinának, hogy először is köszönöm nagy tisztelet mindenkinek, aki bevállalja, hogy most végigvonul ebben a melegben a talárban. Olyan hagyományt fogunk teremteni, úgy fogjuk a hírét vinni, hogy jövőre már regisztrálni kell azoknak, akik egyáltalán vonulni akarjanak, hogy elférjenek azon az útvonalon, amit mi most ugye lefoglaltunk. Remélem, hogy nem fáztak, nem áztak, biztosítottuk a tanuláshoz szükséges infrastruktúrát, mondta a működésért felelős egyetemi vezető. A gyalogosokhoz hintóval és traktorral is csatlakoztak, majd a pilóta képzésben résztvevő hallgatók kötelékben tettek 2 kört a város fölött. A Kossuth téren dr. Kovács Ferenc polgármester fogadta a ballagókat, akiket tájékoztatott a beruházásokról, az ipari park fejlesztéséről, munkalehetőségekről és egyéb fiataloknak járó kedvezményekről. Az esemény végén Kovács Karolina, a Hallgatói Önkormányzati Testület végzős hallgatója búcsúzott, s mint mondta, a Nyíregyházi Egyetemnek köszönheti a diplomáját és a szerelmét is. Mondhatjuk, hogy ez a séta már a valóságban is összekötötte a várost és az egyetemet, ahol július 2-án tartják a diplomaosztó ünnepséget, az ünnepi szenátusi ülést. 6. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Decathlon élménypróbát. Ezúttal 5 km és 23 akadály várt a nevezőkre. Már a rajt előtt megmozgatták a szervezők a több mint 700 indulót, mivel aerobik és kungfu bemutató mellett Juharos Gábor irányításával egy közös bemelegítésen vehettek részt az erdei tornapályára kilátogatók. Több mint 700 résztvevő indult a 6. Decathlon élménypróbán Nyíregyházán. Nem versenyről van szó, hanem egy jó hangulatú, közös mozgásról. Igyekeztünk új akadályokat is beiktatni, és mindenki érmet kapott a célba érkezéskor, mondta Pokrovánszki Gergely főszervező. Több mint 700-an jöttek el idén az élménypróbára, és még vannak ugye több százan, hiszen jöttek kísérők, családok, cégek, támogatók, és tényleg, amit ti is láttok, hogy rengeteg közéleti ember is eljött, rengeteg amatőr és profi sportoló is, tehát hogy mindenkit sikerült erre a napra meghívni, és ami még jó, azt mondták az indulók, hogy rengeteg új élményelemmel találkoztak, és volt egy 18 méteres felfújhatós élményelemünk is, úgyhogy ott is izzadtak rendesen. A megnyitó során Halkó Négy dr. Rudolf Éva mondott rövid köszöntőt, majd ő indította el a mezőnyt.
A város támogatja nagymértékben az élsportot, utánpótlás sportot, de ugyanolyan fontos a szabadidő és a tömegsportnak a támogatása is. Ehhez is hozzácsatlakozott a város, médiafelületet biztosított, segített az iskolák toborzásában, és befutó ajándékot, és külön ajándékokat is fogunk a végén átadni. Hát le a kalappal mindenki előtt, aki kijött ezen a forró nyári napon, és nem a strandon van, én ezt mondtam, és a porban megpróbálja teljesíteni ezt a 23 akadályt 5 kilométeren keresztül. Várjuk őket a célban is nagyon nagy szeretettel, és remélem, hogy örömmel tudjuk átadni részükre az ajándékot. Az esemény remek csapatépítő program is volt, így sok cég nevezett csapataival, de volt induló Hajdúszoboszlóról és Ukrajnából is. A rendezvényt tombola sorsolás zárta. A Sunshine Nyikse a pécsi PTE Peac csapata ellen játszott a hétvégén. Az első negyed első felében kiegyenlített volt a játék, azonban a negyed második feléhez közeledve a hazaiak elkezdtek fellazulni, és ez meglátszott a játékon is. Az eredmény már 14-9 volt a hazaiak javára. A második negyedben a hazaiaknál nem a kezdő csapat lépett pályára, így a játék kicsit ritmustalan volt, ami a pécsieknek kedvezett. A vendégek a második negyed végére már 3 pontra zárkóztak fel. A második félidő kezdetén a hazaiak újult erővel robbantak be. A harmadik negyedben záporoztak a 3 pontosok, a Szavics, Földesi, Zajác, Gáspár 4-es által. A harmadik negyed már 62-38-as vezetéssel zárult. Köszönhetően a harmadik negyedben szerzett kimagasló előnynek, a negyedik negyedben már olyanok is pályára kerülhettek, akik egy szorosabb mérkőzésen kevesebb játékpercet kapnak. A mérkőzés magabiztos, közel 30 pontos győzelemmel zárult. Hétfőn az ezüstéremért játszhat a Nyikse. Két számban avattak Európa-bajnokot a nyíregyházi teremkerékpáros kontinens viadalnyitányán. Az Árendás Tamás Toma Vilmos párosnak nem volt könnyű dolga a bombaerős riválisokkal szemben, így végül a papírformának megfelelően hatalmasat küzdve, de mindhárom mérkőzésüket elvesztették. A hivatalos megnyitó ünnepséget követően a svájci és a német kvártettek csaptak össze az EB első aranyérméért, melyet végül az előbbi művészi kerékpáros sor szerzett meg. A vegyes párosoknál, ahol nincs megkötés a női és a férfi résztvevők között, a világbajnok német kettős Max Hanselmann és Serafin Scheffold érdemelte ki az Európa-bajnoki címet. Eközben a kerékpárlabdások sem tétlenkedtek, a Svájc-Németország mérkőzés igazi presztízs harcá vált, ám egyelőre az osztrákok várhatják a legelőkelőbb helyzetből a folytatást. Az Európa-bajnokság második napján további 3 számban osztanak érmeket. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Mintegy 290 milliárd forint értékben az idei év eddigi legnagyobb beruházását hajtja végre egy dél-koreai vállalat Nyíregyházán, ahol elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani, jelentette be pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Szeptemberben indítja nyíregyházi képzéseit a Mátyás Corvinus Kollégium. Jelentkezni 10 éves kortól lehet, külön program indul általános és középiskolás diákok számára. Az idén már több mint negyed százados múlttal rendelkező Mátyás Corvinus Kollégium az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amelynek középiskolás programja már több mint 15 éve, fiatal tehetségprogramja pedig 6. éve működik sikeresen. Másfél hónap használatra kapott egy mikrobuszta reményt a gyermekeknek közhasznú egyesület. A kis buszta rehabilitációban résztvevő gyermekek akadálymentes mozgatásában fogják használni a nyári táborok és a kórház között. Ez a busz utazóképessé teszi a gyerekeket, hangzott el a sajtótájékoztatón. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírműsorral legközelebb kedden jelentkezünk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!